Jó napot kívánok! Önök a nézőpontot látják a Magyar Hét Média Család választási műsorát. Üdvözlöm a stúdióban Bárdos Gyulát, a Magyar Közösségi Összefogás lista vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát adódik is a kérdés egy hosszú és véletlenül fárasztó kampányidőszak vége felé közelítünk. A kérdésem az volna, milyen érzései vannak a kampány során, milyen érzéseket szerzett milyen érzéseket tapasztal a választók körében? Összetudom hasonlítani a kampányokat, mert néhány kampányt már végigcsináltam, és az az igazság, hogy a mostani kampányt nem nagyon lehet semmihez sem viszonyítani és hasonlítani, mert soha nem tapasztaltam ekkora érdeklődést a választók részéről. Tehát korábban, ha komoly tömeg jött össze valamilyen kampányrendezvényen, akkor mindig volt ott egy húzónév, volt egy együttes, volt egy kultúrműsor, voltak fellépők, és akkor sokan eljöttek. Most a rendezvényeinek a 90%-án nincs kultúrműsor, nincsenek fellépők, hanem beszélgetés van, véleménycsere van, és mégis eljönnek az emberek. El, akkor azt mondja, hogy a felvidéki magyarok a politikusokra kíváncsiak? Nem azt mondom, hogy kíváncsiak, hanem véleményt akarnak mondani, és elégedettenek a mostani helyzettel. Én nem mondom, hogy ez általános érvényű, de én nekem több helyütt volt szerencsém olyan helyen elmenni, ahol semmilyen műsor nem volt, és teltház volt, és ami nagyon fontos, hogy nem csak hallgatták a bemutatkozásokat és a programot, hanem ők maguk is véleményt mondtak, és bekapcsolódtak a beszélgetésbe. És én nagyon szeretem ezt az interaktív beszélgetést, mert egy kampánygyűlés maga a kifejezés sem tetszik nekem. Tehát a kampány mint olyan, nekem mindig a cukorrépa kampány jut az eszembe. Ilyen, tehát maga egy, 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 egy dehonestáló valami... Mondjuk el a kedves nézőknek, mi volt a cukorrépa kampány még a 80-as években? Szerintem már nem sokan emlékeznek erre. Igen, hát amikor a cukorép a betakarításával volt, és, és ezzel volt el minden. Tehát ez csak egy ö, kis kitérő akart tenni az a kapcsolatban, hogy nekem a szó nem tetszik, hogy kampány, de természetesen hát beszélünk róla és a kérdésekben, és ez van. Igen, kampány van. Inkább úgy mondanám, hogy választások elébe nézünk, és egy döntő választás elébe nézünk, és ezért szerintem a választók részéről, a felvidéki magyarok részéről egyrészt van az érdeklődés, másrészt van óriási dű, nagy elvárás. És ez így kavarog a fejekben. Tehát mindenki változtatni akarna, érzi is a változtatásnak a fontosságát, a saját szerepét is érzi, de a bizonytalanság is ott van benne, hogy saj, vajon meg tudjuk-e csinálni. Elég lesz-e, ott leszünk-e? És itt szükségeltetik az, hogy tényleg higgyünk magunkban. Ne a kutatásokra hagyatkozzunk, ne a, a különböző kuvik hangokra figyeljünk oda, hogy mit nem lehet és hogyan nem lehet. Hogy lehetne? Ha egy párt, egy ellenzékben lévő párt megduplázhatja a támogatottságát két hét alatt. Mint az Olano. Például, én nem akartam őket itt említeni, semmilyen pártot nem akartam említeni. Miért ne lehetne a mi tartalékainkat úgy felhasználni és kihasználni, hogy egyrészt ami a legfontosabb, hogy végre a felvidéki magyarok, annak ellenére, hogy továbbra sincs egy teljes összefogás, de a véleményem szerint az a kétharmados összefogás, amely van, nagyon fontos első lépés, az egységes magyar képviselet érdekében és irányában. Bocsánat, ugye az MKÖ-nek kitüntetett célja a kormányváltás. Azt állítja, azt mondta, ilyen érzései vannak a kampány során, hogy az emberek körében, a magyar választók körében van egy ilyen érzés. Fölmerül bennem, hogy ugye 22 évvel ezelőtt egy hasonló helyzet volt, akkor éppen Vladimir Mecsiár leváltására készült az ország. érzékelhető a -e hasonló kormányváltó hangulat és hasonló Erő, mozgósítási szándék, vagy hát választási szándék a magyarok részéről, mint 22 évvel ezelőtt. Van hasonlatosság, de merőben más a helyzet, mert akkor az Európa-Uniós tagság és az integráció, mint olyan, tehát Szlovákia teljesen el volt szigetelve. Szlovákia most nincs elszigetelve, hanem Szlovákia most nem jogállam. És most a felháborodás a belső viszonyoknak ö, 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 reagál és itt szeretne változtatni a szlovák, a magyar, a roma, és mindenki, aki, aki józan észre azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Nem lehet tovább, hogy a, a kormányon lévők, a mafiózókkal közösen, karba téve, karöltve irányítják az országot, és tulajdonképpen ezen kéne változtatni. Mit hoz nekünk, felvidéki magyaroknak a kormányváltás? Nekünk nagyon fontos, hogy a mostani kormányt tényleg le kell váltani, mert bármilyen jó programmal, bármilyen részletváltozásokkal, kozmetikai változásokkal nem lehet eredményt elérni, csak úgy lehet ha ezt a kormányt leváltani alaposan kiszellőztetni és föltűrni az ingújat és dolgozni. Mit jelent az, hogy kozmetikai változás? Nem lesz az MKÖ, az már koalíciós partner? Semmiképpen sem lesz. Bármilyen körülmények között, bárhogyan, garancia erre a 150 jelölt, garancia erre a mi szerződésünk, bármilyen szelek fújnak majd, bárhonnan, bármilyen sugallat, javaslat, észrevétel jön, hogy csak úgy lehet kormány csinálni, ha azt be kell állni, mert különben Interregnum lesz, nem lesz kormány, stb. Nem ez a A kormányváltás, a... kormányváltás annyira kitüntetett szándék, hogyha ha matematikailag a helyzet megengedi, mindenképpen az ellenzéki pártokkal közösen kormányba megy az MKÖ? Mindenképpen? Ne, ne, ne. E, mindenképpen elmondjuk azt, hogy a szmerrel semmiképpen. Smer, SNS-kot semmiképpen sem. És a véletlenül becsúsznának a harabinék ők sem. Tehát. Arra hogy ki... gondolok, hogy ugye nyilván az MKÖ-nek vannak kitüntetett programcéljai, amiket szeretne érvényesíteni. Ha nem lesznek a szlovák partnerekre vevők, az MKL kívül marad a kormányon? Mi azon dolgozunk, hogy ö, mi olyan partnerekkel tudjunk kormányt váltani, ahol az eddigi tapasztalatokat felhasználva, a hibákból tanulva és okulva, mert rengeteg hibát követtünk el korábban is, és a mostaniak is ott vannak, rengeteg hibát követtek el, tehát igen, kormányt akarunk váltani, de a kormányváltásban meg kell találni önmagunkat, meg kell találni a választónak önmagát, a felvidéki magyarságnak meg kell találnia magát. Tehát csak úgy lehet és csak úgy szabad egy kormányba részt venni, ahol a mi programunknak egy jelentős része, amely az önkormányzatiságra épül, amely a kisebbségi kerettörvényre épül. Bocsánat, egy napra álljunk meg, lehet, hogy nem mindenki érti. Mit jelent az, hogy kisebbségi kerettörvény? Hát egy olyan törvény szükségeltetik, amelyet feltételez például az országnak az alaptörvénye, az alkotmány. Lassan 30 éve létezik Szlovákia, és nincs egy olyan törvény, amely keretbe foglalná és megszabná, hogy mit lehet a törvényből adódóan, és nem rendeletekkel, meg rendeletekkel, meg különböző percemberkékkel, akik pár napig vannak, pár hétig vannak különböző Arra gondol, iségekben. hogy a közlekedési miniszter úrhoz egy rendeletet, mondjuk a vasúti nyelvhasználatról, Igen. vagy akár a táblák kihelyezéséről, ez, egy, ez egy következő miniszter, hogy egy törvonással is törölhet. Pontosan, tehát amit most egy tolvonással állítólag meg lehet gyorsan nem lehet de megcsinálták, egy tolvonással azonnal meg lehet változtatni, és meg lehet, semmi se lehet tenni. Tehát ezért törvényi garanciákra van szükség. Egyrészt olyan törvényi garanciákra, amely a mi megmaradásunkat magyarként a szülőföldünkön biztosítja és garantálja. Bocsánat, előbb az alkotmányra hivatkozott, amelynek a preambuluma nemzetállamként határozza meg Szlovákiát. Hát az... Lesznek partnerek, szlovák partnerek, hogy ezt megváltoztassák, és a polgári elvérvényesüljön ebben az alkotmányos preambulumban? Szerkesztő úr, valamennyi ellenzéki párt, valamely pártok, demokratikus pártok és kormányt szeretnék váltani, mi nagyon komoly tárgyalásokat folytatunk. Tehát a magyar közösségi összefogás valóban partiképes. képes, valóban tárgyalnak velünk, mediálisan nem mindegyiknek van utóélete, tehát valamelyik fél, valamelyik partner, de másfél-két órás tárgyalásokon igenis ezeket a kérdéseket mi aztra tesszük. Mi elmondjuk, hogy hogyan szeretnénk kormányt váltani, és hogyan szeretnénk a felvidéki magyaroknak, nem csak a felvidéki magyaroknak, a velünk együtt élőknek, Dél-Szlovákiának jobb lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra. Mert elfogadhatatlan az, hogy a XXI. században a Dél-Szlovákiában élők ne kapjanak olyan lehetőséget, mint azok, akik például a nagyvárosban élnek, vagy a fővárosban élnek, vagy Észak-Szlovákiában. Amiről <Szlovákiában beszél ez az önkormányzatok finanszírozása? Legalábbis a, ugye a magassági az, kvóta és a nagysága is, is. De, de vegyük mondjuk a, a közlekedést, tehát hiába van az ingyenes vonat közlekedés, ha nincs sinek, nincs vágány, nincs vonatközlekedés, abból mit profitál az, akinek ilyen Vagy legalábbis sínpára régió csak Vagy a másik, van. igen, például. Vagy pedig az, hogy, hogy aki, ahol autópályák vannak, és legalább nem teljesen, de valahol működnek, és lehet használni, az, aki Dél-Szlovákiában él, olyan helyen, ahol nincs ilyen lehetőség az infrastruktúrára. Ő miért neki, neki nincs ilyen lehetősége? És ha az infrastruktúra megvan, akkor lehet munkahelyeket teremteni, és a legfontosabb, tehát számunkra a gazdasági fellendülítése fel, uh, Dél-Szlovákiának alapkérdés, de ugyanúgy a bennünket specifikusan érintő nyelvi jogaink, oktatási, kulturális, tehát az önadonságunkkal kapcsolatos kérdések, az önkormányzatiság, tehát mind a kettő nagyon fontos. Elnök nem... akkor engedje meg, hogy most egy picit találgassak említettük a kisebbségi kerettörvényt, mint olyat, ami nélkül az MKP, az MKÖ nem megy kormányba. Hasonló lehet a közigazgatás átszabása, a természetes régiók elvének érvényesítése, hiszen talán a legnagyobb problémánk az, hogy Dél-Szlovákiában, de akár az ország más területein is, a most hatályos megyerendszer természetes régiókat vág ketté, <coughs> bocsánat, és ennek okán érezhető gazdasági hátrányokat szenvednek az itt lakók, nemzetiségtől függetlenül. Enélkül bemegy kormányba az MKÖ, hogyha erre garanciát kap, hogy megváltoztatják? -e? Hát ez ugyanúgy alap kiindulási pont és motívum és programpont, amelyet mi ott leteszünk az asztalra, és fontosnak tartjuk, hogy ne. Hát a mostani területi felosztás nem megfelelő, ezen változtatni kellene. És igenis van olyan közös kiindulási alap, hogy a természetes régnek a visszaállítását mások is el Nevezzük meg kérdzelni. ezeket a pártokat. Hát akár a ps polút meg lehet nevezni, meg lehet nevezni az Olanot, meg lehet nevezni. Az ssi t ahol nem mindenki osztja a párt elnöknek a véleményét, hogy nem kell ezt hozzá, nem kell változtatni ezen a, a, a besoroláson, mert igenis, a területi közigazgatási felosztásból ott kellene kiindulni, a természetes régiókat kellene visszaállítani és mi meg fontosnak tartjuk azt, hogy Dél-Szlovákiában élünk, igenis, akár egy Dél-Szlovákiai megye, egy Dunamenti megye, a nem a megnevezése fontos, hanem hogy akár többséget képezzünk, és az önigazgatás szempontjából az önkormányzatotiság elveit, a szubszidiaritás elvét figyelembe véve és hasznosítva, igenis, mi úgy e, tudjuk a saját dolgainkat irányítani, hogy otthon érezzük magunkat a szülőföldünkön. Akkor egy nagyon is neuralgikus pont, amikor az önigazgatásról beszél a magyar képviselet, ugyanis a szlovák közvéleményben azonnal az autonómiát, autonómiára az gondol, és ezt, mint ördögtől valót, azonnal elveti. Hogyan lehet egy olyan kommunikációt folytatni? De akár a magyar közvélemény felé is, ott sem értik az önigazgatást Isten igazából, hogy miért fontos az önkormányzatiság erősítése. Javult ez a helyzet a kampányban? Hogy érzi? Sikerült elmagyarázni az embereknek, hogy ez miért fontos az itt lakóknak? Kicsit, kicsit módosult, de sajnos az iskolákban az oktatás maga az, hogy tulajdonképpen kétszázaddal visszamenőleg próbálják politikailag fölhasználni és kihasználni a különböző szakkifejezéseket, maga az autonómia szó is, egy vörös posztó mindenki szemében, pedig egy teljesen normális szakkifejezésről van szó, az egyetemnek is ön, 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 autonómiája van, ön, és, és, nem kellett erfőれlni. de a Arra hát legtöbben... gondol, hogy az autonómiát a 19. században éppen a szlovákok emlegették a történelmi Magyarországon belül, és ez céljuk tulajdonképpen az ön rendelkezés volt, vagyis az elszakadás, és ezt összekötik. Pontosan összeköti. A 21. században az önigazgatás egy másik modell. Igen, teljesen egyértelmű kell tenni, hogy a mi programunk és mi nem az ország határok módosítására alapul, hanem az önkormányzatiságot tényleg a Dél-Szlovákia megyében, tehát a, a megyerendszer átalakításában, a helyi önkormányzatiságnak a megerősítésében, és az önkormányzatiság elvének a megerősítésében, amelyet például anyagi, anyagiak is szükségeltetnek. Tehát törvényes keret, törvényes garancia szükségeltetik ahhoz, hogy ilyen változásokra sor kerüljön. Tehát amikor mi a mostani ellenzéki pártokkal, és remélhetőleg a következő koalíciós partnerekkel tárgyalunk, akkor igenis ezeket a kérdéseket aprólékosan megbeszéljük. Én tudom, hogy a választások után valószínűleg újra tárgyalasztalhoz kell ülni, de az önkérdésére nagyon egyenes és egyértelmű ö, választ adok. Nekem az az elképzelésem, hogy a tárgyalasztalnál igenis nagyon határozottan és keményen kell a mi elképzeléseinket letenni az asztalra, és ha találunk közös nevezőt, ahol a felvidéki magyar is megtalálja, a választ is megtalálja azt, hogy tényleg másképp akarják, tényleg határozottabban, egyértelműben, és nem 30 ezüstért eladni apró ö, engedményekért, és kormányba menni, csak úgy szabad kormányba menni, hogy ebből a választóknak, a Dészlovákiában élőknek, a felvidéki magyaroknak olyan hasznat származik, hogy jobban fognak élni, jobbak lesznek a munkalehetőségek, ö, különböző olyan változások, amelyeket a saját bőrükön éreznek. És a legfontosabb, az is nagyon fontos számunkra, hogy igenis, mi a itteni magyarként otthon érezzük magunkat, mert nem érezzük otthon magunkat, mert másodrangú állampolgárokként kezelnek bennünket. is. fontos a szimbolika is. Hogyan érzékelj, elnök úr? Van önbecsülése a felvidéki magyarságnak? Ez azért fontos számomra, hiszen hit nélkül, remény nélkül, önbecsülés nélkül, emelt fő nélkül, nagyon nehéz eredményt elérni. Miközben olyan érzése van az embernek, de javítson ki, hogy ez a közösség skeptikus, olykor depressziós, de leginkább abban éli ki magát, hogy a másikra mutogat, és a sikertelenséget valahol így be is vonz. Ez változni fog? Nekem sokkal jobb a véleményem a felvidéki magyarságról, és a mi közösségünk tagjairól. Egyrészt, mert nagyon pozitív tapasztalatom volt 2014-ben, amikor az államfélehasztáson indultam, és a politikai döntések Például, hogy a Híd nem támogatta az egyetlen magyar jelöltet az én személyemben, ennek ellenére a támogatás megvolt. Tehát az én optimizmusom abból ö, táplálkozik, hogy szerintem a felvidéki magyarok, a felvidéki magyar választók, a felvidéki magyar közösség sokszor sokkal okosabb és bölcsebb, mint azok, akik azt gondolják magukról, hogy a, bölcsesi, a bölcsekője náluk találtatik és aki ott van a törvényhozásban, vagy ott van a parlamentben, vagy valamilyen tisztséget kapott a feneke alá, akkor természetesen mindenbe ő tud ő, igazságot tenni, és ő, ő, mondja meg a tutit. Nem. Szerintem most itt a lehetőség, és ha változtatni akarunk, és a remény itt van, hogy a csapat, amely összeállt, jó programot csinált, új emberekkel, a tapasztalt politikusok is vállalták, hogy hátrébb indulnak, tehát az egyén érdeket háttérbe szorították. És hogyha a, a mozgósítás szempontjából ezt a közönyt, amely valóban szoktuk mondani hogy a legnagyobb ellenfelünk, tehát ha, ha aki nem bízik önmagába, az saját maga ellen vét, mert csak mi tudjuk magunkat helyzetbe hozni. Csak egy erős képviselet, csak egy összefogás és nem a széthúzás jelentett nekünk előrelépést, és ehhez kell a 29-i választáson egy olyan mandátum a magyar közösségi összefogásnak. És tessék, kiválasztani a 150-es listáról bárkit, akiben megbízik legyen az olyan ember, akit ismer, aki tudja, nem fogja átverni. Mert ez a csapat nem fogja átverni a választót, nem fog más csinálni, mint amit ígér, és másképp fog politizálni, mint amit eddig tapasztalt. És most nem csak erre az időszakra gondolok, hanem a korábbiakra is. Ezért az önreflexióra szükség van. Szükség van arra, hogy tanuljunk a hibáinkból. Én magam is hibákat követtem el, és én magam is részese voltam különböző dolgoknak, akár annak is, hogy sokan rosszul értelmeznek bizonyos kifejezéseket, mert nem mindig jól reagál az ember, meg különböző ö, ö, szolidaritásként megpróbál a kollégája vagy másikkal hasonló hangnemben tárgyalást az ülni, de a legfontosabb az, hogy nem a sajtóértekezeteken, nem a médiákba kell tündökölni, hanem a tárgyalasztalnál kell határozottan, keményen a felvidéki magyarokat érintő kérdéseket az asztalra tenni, dél felzárkóztatásának a kérdését az asztalra tenni, és emellé, ha tudunk partnereket, akkor igenis kell, és szeretnénk kormányba lenni. Mindenáron nem lehet, de mi ott szeretnénk lenni, mert kormányváltozás nélkül nem lehet. De a kormányváltozásnak ára van, és a kormányváltozást a választók tudják elérni. És itt vagyok én optimista, hogy látom, érzem, tapasztalom, hogy ők is azt akarják, hogy végre már ne egymással szembe pozicionálják magukat. Hát akkor egy olyan helyzet van, amikor sajnos egyre több magyar választó tájékozódik szlovák pártok felé, vagy legalábbis a szlovák pártok fokozottabban kergetik a magyar voksokat. És hát, mit ad Isten, még a Kotlaba párt is magyarul kampányol adott esetben, megszólítva a közösségünket, vagy hát igyekszik megszólítani a közösségünket. Hogyan lehet ezt kivédeni, hogy adott esetben a szélsőség, ami mindig a leegyszerűsítő üzeneteket közvetíti, megszólítsa, megtévesszen embereket, elvigye a voksokat? Hát, nagyon tisztán kell látni, és teljesen egyértelműen kell fogalmazni, hogy a szlovák pártok listán indulók, nem fogják a mi kérdéseinket e, tudni megoldani, mert se erejük nem lesz hozzá, se tekintélyük nincs, se szavuk nincs, se nem lesznek benne a parlamentben. Tehát aki azt akarja, hogy a szavazata ne vesszen el, akkor a 22-es listára kell leadni, mert ez a lista ott lesz a parlamentben, és ez a lista a felvidéki magyarokat, a dél élőket akarja képviselni. Tehát ez most úgy hangzik, hogy egy általános megfogalmazás. De amikor apró pénzre váltjuk, és amiről beszéltünk, ezek a témák ott vannak. Letesszük az asztalra, és semmiképpen sem akarjuk azt a politikát és azt a politizálást folytatni, amelynek most szenvedő alanyai vagyunk. Az előző időszakban, amikor az MKP is ott volt, abból is tanulni, okulni kell, mert sokkal egyértelműbben és határozottabban kell a kérdéseket az asztalra tenni, és vannak esetek, amikor föl kell állni az asztaltól, és nem lehet tovább vállalni a koalíciós partnert, vagy pedig azokat, akikkel együtt vagyunk. Ezért uh, volt létfontosságú az, hogy amikor a uh, Ján gyilkosságát követően, akik ott maradtak és nem álltak föl, szerintem ez egy olyan választóvonal, mert ott már vá vállalhatatlanná vált az a csapat, amely Arra gondol, hogy a szlovákok is elfogadják, szlovák pártok is hangsúlyozzák, hogy a magyarok mindig a jó oldalon álltak. És ugye éppen a 2016-as kormányalakítás változtatta meg ezt a képet, amit a magyarokról kialakult, mármint a Híd koalíció kötése, Igen. a is és az sns Erre gondoltam, és különösképpen arra gondoltam, hogy két évvel ezt megelőzően, pont most van az idő, a gyilkosságnak, pedig azt követően ki kellett volna lépni ebből a kormánykoalícióból, és aki nem lépett ki, annak a, a, a következményeket is kell, hogy viselje. Magyarul szerintem... ki ugye arra gondol, hogy a most Híd elveszítette a koalíciós potenciáját. Igen. Amikor az előbb úgy fogalmazott, hogy az MKÖ rendelkezik ilyen, ilyen lehetősége, hogy kormányt alakítson, ez nem biztos, hogy adott most már a most híd számára. Sőt, biztos, hogy nem adott. Tehát azért mondom, hogy a ránk leadott szavazat teljesen más, mint négy év vagy egy korábbi választásnál volt, miután már ketté vált az MKP és, és, és indult a, a most híd mert most a ránk leadott szavazat nem fog elveszni, mert csak akkor tudjuk az elképzeléseket megvalósítani, ha a csapat ott lesz, és a csapat ott lesz, mert a másik csapatnak nincs koalíciós potenciálja, hogy ilyen csúnya kifejezéssel éljek. Tehát nem parti képes. Ugyanis, ha valaki most már kimondja a nyomást követően, hogy ezt merrel nem megy, hiszük, nem hiszük, mindegy, de kimondják de azt állítják, és azt mondja a párt elnöke, a Bugár Béla a elnöke, hogy inkább a halál, mint a Matovicsékkal az együttműködés, akkor kizárják magukat, és nincs kivel együttműködni. Még a mostani ellenzéki erők, akik készülnek a kormányváltásra, rendszeresen, tájékoz... rendszeresen tárgyalnak velünk, beszélnek velünk, és várják, hogy oda kerüljünk. De ők nem tudják azt a szavazatot biztosítani számunkra, csak a választók tudják. Tehát itt jön az, hogy ha változtatni akarunk, a politikának egy része már megtette azzal, hogy van közös csapat, hogy az egyén érdeket háttérbe szorította, nem ö, ö, az árkokat akarja ásni, hanem ö, mindenképpen összefogást szeretne, és közösen akarja a sikert elérni. De ehhez a közös sikerhez nélkülözhetetlen a választópolgár, a felvidéki magyar. Tehát az, aki valamilyen oknál fogva, és ezer oka lehet, hogy nem akar elmenni, mert mert, mert, mert meg tudja magyarázni személyes és más okok miatt, hogy miért nem, mert csalódott, mert stb és nincs teljes összefogás és különböző dolgokat. Egyet uh, tudatosítani kell. A mostani választás tényleg egy olyan vízválasztó lesz, mert uh, mártus 1 mindenképpen egy új korszak kezdődik. De nem mindig, ha ez új korszak velünk kezdődik, ott leszünk a pályán, vagy pedig csak bekiabálunk a pályán. Bocsánat, hogy a közönség szerepét előbb hangsúlyoztuk, hogy talán a legnagyobb kihívás. Viszont uh, talán erősíti ezt, hogy az elmúlt években a magyarság veszélyezet a felvidéken csökkent azért azt talán elmondhatjuk, hogy az államközi viszony látványosan javult, és a politikai közbeszédből is hosszú időre kikerült a magyar kártya, mivel korábban szívesen játszottak a politikusok. Viszont azért most újra előkerülni látszik, gondoljunk Dankó megnyilvánulására, amikor úgy fogalmazott, hogy azzal a párttal, ami az autonómiát emlegeti, semmilyen körülmények között nem áll szóba. Vagy akár sokak figyelmét felkeltette Pellegrini miniszterelnök úr kijelentése, nincs szükség magyar pártra, a szlovák törvényhozásba, majd ők gondoskodnak rólunk. Azért emögött van némi cinizmus ismerve a szurkolóverés ügyét, vagy akár Malina Hedvig kálváriáját. Hát a tényeket kell megnézni, mi történt, milyen a rétorika, tehát szerintem sokkal erősebb a rétorika, mint a valós eredmények. Tehát igen, a közbeszédben eluralkodni látszik az, hogy minden rendben van a felszínen, igen, úgy tűnhet valakinek, akinek az elemi érdeke, hogy ezt így próbálják prezentálni. De, ha megnézzük, semmi nem történt. Bocsánat, miért érdeke ez hogy ilyet mondjon? Hát, mert a magyar kártya mindig játszott, és ma játékban volt, és most is az. Ha megnézzük, az is magyar kártya, hogy... De ezzel szavazatot nyer. Ezzel a megjegyzésével, hogy nincs szükség magyar pártra a szlovák parlamentben. El akarja bizonytalanítani a választókat, hogy nem fontos, hogy például az etnikai párt az etnikai politizálás, vagy pedig a kisebbségek képviselők ott kell lenni személyesen a parlamentben, majd ő gondoskodik róla, meg ők ezt megoldják. Tehát, ők úgy gondolják, hogy már a 21. században nem szükségeltetik azt, hogy most valaki a saját képviseletével ott legyen, és tudja, mit kell csinálni, majd mi megpróbáljuk ezt, és helyettük megcsináljuk, és mi jobban fogjuk csinálni, mert mi sokkal gyorsabban megegyezünk. De ugyanúgy én örülök annak, hogy a szlovák pártok is rájöttek arra, hogy hogy magyarul is megszólalnak, meg stb. De azért ez nem, ez egy kétszínű dolog. Nagyon kétszínű dolog, mert egyrészt, ha megnézzük, hogy hol vannak a jelöltek, akik uh, magyar jelölteként, anyanyelvűként bejuthatnának, hát uh, esélyük sincs bejutni, ha megnézzük a preferencia szavazatokat, meg a pártra adott szavazatokat. Másrészt meg teljesen nyilvánvaló. És Gábor is ott volt ugye, a parlamentben. Senki Évetjék. nem, tud, senki nem tud, és nem vonom kétségbe Rendel Gábor magyarságát. Még azt is, hogy valamit szeretett volna, szeretne csinálni. Tehát nem Rendel Gábor ellen beszélek hanem a tények azt mutatják, ha nincs erős magyar képviselet. Ha a tárgyalasztalnál nem határozottan fogalmazzuk meg, amit akarunk, és nem megyünk végig ezen az úton, akkor nem lehetséges az előrelépés. Tehát nem elég csak ticségeket vállalni, ha a programot nem tudjuk megvalósítani, ha az elképzeléseinket nem tudjuk úgy, hát az is elfogadhatatlan és elképzelhetetlen, hogy ebben az országban egyre kevesebb a magyar, egyre kevesebb a más nemzetiségű, és mindenkinek úgy tűnik, hogy ez természetes dolga. A világ legtermészetesebb dolga, hogy egyre kevesebb a magyar, egyre kevesebb a más nemzetiségű, és mindenki úgy gondolja, hogy az a fontos, hogy szlovák és szlovákia, meg stb. Hát egy ország, aki komolyan gondolja azt, hogy érték, ha itt élnek más nemzetiségek, akkor ezért tenni is kell valamit. És most legfőbb ideje. Tehát egyrészt le kell váltani ezt a kormányt, és akik most oda akarnak menni, mutassák meg, és ez ragaszkodni fogunk, hogy ők másképp gondolják. Tehát ők nyitottabbak. Olyan szempontból nyitottabbak, hogy elfogadják a mi elképzeléseinket és az együttműködési szándékunkat. A mi szándékunk egyenes. Mi tényleg itt szeretnénk boldogulni. Itt akarnánk olyan változtatásokat eszközölni, hogy mindenki számára ez jó legyen. De nem lehet, hogy mi másodrangú állampolgárok legyünk. Ez nem akár végszónak is jó lenne, és mivel elszaladt az időnk, egyetlen kérdésre maradt még alkalom. Beszéltünk önbecsülésről, emelt fejű közösségről, amit persze sokan szkeptikusak, és nem ezt élik meg, de, de erre a hitre és reményre szükség van, szükség lesz a választáson. Ön mit kíván március 1 a másnapra? Hát azt kívánom, hogy március 1 egy sikeres választás követően azon följön a fejünk, hogy hogyan fogjuk megvalósítani azt, amit mi vállaltunk. Tehát bárcsak ott tartanánk, hogy leülünk a tárgyalasztalhoz, és már is ott van, és elképzeljük azt, hogy kivel, hogyan, és mit tudunk megvalósítani. Egy biztos, hogy mi nem verjük el a választót, mi ezt meresekkel nem megyünk, mi változtatni akarunk, de úgy akarunk változtatni, hogy ennek mi is részesei legyünk, és ne legyünk a vesztesei, hanem nyertesei akarunk lenni. Végre szüksége van a felvidéki magyarosának, hogy Nyertese legyen, legyen sikerélménye. A választás is legyen egy sikerélmény, és a választás követő időszak is legyen egy olyan, olyan időszak, amikor végre építkezni fogunk, és nem egymással szemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, a kedves nézőknek a figyelmét, és hát február 29-én választunk, ne felejtsék, viszontlátásra!